Napirendelőtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, aktuális közügyek címmel. Önni a szó, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy most már értem, hogy miért engedi el a kormány a külföldi embercsempészeket. Először nem értettem, de úgy tűnik, hogy most már maga a kormány is fölcsap embercsempésznek, ugyanis nem tudom másnak nevezni azt, amit állami támogatással szeretne most már a kormány végrehajtani, amikor arról beszélnek, hogy 500 000 vendégmunkás, 500 000 munkavállaló hiányzik Magyarországról. Valójában nem 500 000 munkavállaló hiányzik Magyarországról, hanem sok százezer magyar honfitársunk hiányzik Magyarországról, akik kényszerűségből elmenekültek, elhagyták Magyarországot a gazdasági helyzet miatt. Ők hiányoznak elsősorban Magyarországról, illetve az a nemzetgazdaság, az a fajta gazdaságpolitika, amelyet legalább 30 éve várunk már itt Magyarországon, amely a magyar vállalkozásokra, a magyar termelőre, a magyar gazdára, a magyar értékekre, a magyar sajátosságokra épülne, és nem a multik támogatására. Azt látjuk a kormány mostani döntéséből, és azzal a törvénnyel, amit a kormánypártok elfogadtak, amely a vendégmunkások behozataláról szól, hogy a kormány tulajdonképpen végrehajtja azt a lakosság cserét, amelytől elvileg évek óta, 2015 óta legalábbis verbálisan meg akarja védeni Magyarországot. Nem tudjuk másnak nevezni ezt a törvényt, hiába hivatkozik majd esetleg a válaszadó vagy a kormány arra, hogy ez a törvény éppen azt segíti elő, hogy mondjuk 3 év múlva ezek a vendégmunkások, több tízezer, több százezer vendégmunkás azokból az országokból, akár Bangladesből, vagy éppen a Fülöp-szigetekről, teljesen mindegy, majd elhagyja Magyarországot, mert hogy majd a törvény kötelezi a munkaadót arra, vagy magát a vendégmunkást arra, hogy elhagyja Magyarországot. Önök is nagyon jól tudják, és láthatják Európa szerte, hogy a gazdasági bevándorlók nagy ívben tesznek a jogszabályokra, nagy ívben tesznek a törvényekre, nem csak, hogy nem hagyják el azokat az országokat, ahova éppen őket betelepítették, legyen az Németország, legyen az Hollandia, Svédország, vagy éppen Ausztria, hanem a törvényeket áthágva sokszor erőszakkal törnek be az országba, amit sajnos önök sem akadályoznak meg azzal, hogy simogatják őket, aztán visszataxisztatják a kerítés másik oldalára, ami még néhány méterig ráadásul magyar terület, tehát még csak nem is Szerbiába toloncolja vissza jelenleg a kormányzati akarata a betörő illegális migránsokat, hanem magyar területre, ahol aztán néhány óra múlva újra próbálkozhatnak, nekitámasztják a kerítésnek a létrájukat, és újra itt vannak. Tehát nagyon jól tudják önök, hogy akiket gazdasági bevándorlóknak nevezünk, és ez alól a vendégmunkások sem lesznek kivételek, nem fogják ezt a törvényt betartani, nem fogják elhagyni Magyarországot, hanem majd mindenféle trükkökkel, mindenféle módszerekkel, vagy akár csak egyszerűen kikerülve a jogszabályokat itt fognak maradni Magyarországon, hogyha az önök gazdaságpolitikája ezt támogatja. Márpedig úgy tűnik, hogy 13 éve a Fidesz gazdaságpolitikája semmiben sem különbözik a szintén katasztrofális korábbi balliberális gazdaságpolitikától. A Fidesz kormány 3-szor annyi pénzzel támogatta a multikat, mint az egyébként is gyalázatos balliberális kormányok, és azt látjuk, hogyha egészen pontosan szeretném ezt megmondani, akkor a balliberális kormányok alatt 4,5 millió forintot költött a kormány egy új munkahely, erre most 9,5 millió forintot, tehát még többet költenek egy olyan munkahely létrehozására, jellemzően multiknál, jellemzően globális nagyvállalatoknál, ahová most vendégmunkásokat akarnak majd behozni, ezzel lecserélve Magyarország lakosságát. Azon a gazdaságpolitikán kellene önöknek változtatni ahhoz, hogy ne legyen szükség vendégmunkásokra, amely a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozókat, a magyar gazdákat támogatná, de önök nem akarják meghallani az ő segélykiáltásaikat. Ott vannak a méhészek, akik jelenleg óriási bajban vannak. 20 ezer méhész van bajban, sajnos érdemi segítséget nem kaptak. Itt van a kezemben, például korábban már miniszterelnök úrnak jeleztem, hogy szeretnék majd beszélni a magyar víziszárnyas érdekképviseleti szervezet problémáiról. Szintén több tízezer magyar embert érintő problémáról van szó. Ők úgy érzik, hogy továbbra sem hozzájuk jutnak el a támogatásuk. Idézek a levelükből, amit miniszterelnök úrnak fogalmaztak meg. Ők azt írják, hogy jelenleg a legnagyobb probléma az úgynevezett állásidő kompenzálása, ami nem tűr halasztás.
megoldást, mert a kormány által kifizetett pénzeket az integrátor cégek a Baromfi Terméktanács segítségével saját köreiken belül osztották szét. Tehát továbbra is azt látjuk, hogy nem a magyar társadalmat, nem a magyar gazdaságot segíti a kormány, hanem vagy a multikat, vagy a globális nagyvállalatokat, vagy a kormányhoz közel álló cégeket, és egy közös vonása van ezeknek a globális cégeknek, vagy a kormányhoz közel álló nagyvállalkozók esetében, hogy mindannyian vendégmunkásokban gondolkodnak, és most ehhez alkotott egy kerettörvényt a kormány. Szerintünk ez gyalázatos, ez ugyanolyan embercsempészet, mint amit a külföld embercsempészek a déli határon folytatnak. Köszönöm, Torockai László képviselő. Az elhangzottakra a kormány nevében Fulnag János államtitkár úr fog válaszolni. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ásztisztelt képviselő úr. Köszönöm, hogy lehetőséged ad számomra, hogy ezt a nagyon fontos kérdést a parlament nyilvánosságának, az ország nyilvánosságának és önnek megvilágítsam. Magyarország valóban egy merőben új helyzetben van, hiszen a évtizeddel ezelőtti 1 millió munkanélküli országából a 4,7 millió munkavállaló országává váltunk, olyan országnak, amelynek a elmúlt közel most már másfél évtizedben folyamatosan fejlődő gazdasága képes volt a elmúlt évtizedekbe munkanélkülivé vált emberek túlnyomó többségét részben korosztályi bennövő módon, részben képzéssel, felnőtt képzéssel, oktatással a munkaerőpiac alanyává tenni. Ez egy merőben új helyzet Magyarországon, és akkor, amikor nem munka nélküliségről, hanem munkaerőhiányról beszélünk, akkor gondolom nem véletlen azt sem, hogy ön is, hát erősen érzelmi oldalról közelítve, nem vitatva azt, hogy a magyar munkavállalók érdekeinek védelme érdekébe, de meggyőződésem szerint félre magyarázza a helyzetet. Először egy pár szót a migrációról és az emigrációról. 2010-ben 1600 fő tért vissza Magyarországra, az elmúlt évben 36 ezer. Tehát ma már lényegesen több ember tér vissza Magyarországról az elmúlt években eltávozottak közül, mint akik visszajönnek. 2010 és 22 között összesen 195 ezeren tértek haza Magyarországról. Legtöbben Ausztriából, 60 ezeren, Németországból 50 ezeren, Egyesült Királyságból 40 ezer volt a visszatérők száma. A vándorlás egyenleg az elmúlt 5-6 évben mintegy 70 ezer fős többletet jelent, tehát a trend az mindenképpen megfordult. Zárójel, én személy szerint nem tartom egy tragédiának, hogyha akar magyar tanulók, magyar fiatalok, magyar munkavállalók néhány évre kimennek tanulni, világot látni, pénzt keresni, tapasztalatokat szerezni. Ez az elmúlt évszázadok során is mindig így volt, hogy utána visszatérjenek, és a családi otthon, Magyarországon családot alapítva ismereteiket, és külföldön megszerzett pénzüket itt hasznosítsák. Számtalan példáját látjuk ennek Magyarországon. A folyamatot nyilvánvalóan elősegíti az is, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedben számottevően javultak a jövedelmi viszonyok. A jövedelmi viszonyok részben a nominálbér emelkedésével, részben az adók csökkentésével, a jövedelmeket terhelő adók csökkentésével valósult meg. Senki nem vitatja, hogy az elmúlt 2-3 év, egy határaink mellett dúló háború, az annak szoros összefüggésben egész Európában megjelenő infláció, az ezt a jövedelmeknek ezt a dinamikus és egyenletes fejlődését megakasztotta, de éppen az elmúlt hetek, hónapok tapasztalata az, hogy a magyar társadalom és a magyar kormány és a magyar gazdaság úrrá lesz az infláción, és a hónapokkal ezelőtt valóban jelentős
infláció, az az elmúlt időszakban már egy érezhetően mérséklődő, csökkenő tendenciát mutat, és ma már biztonsággal mondhatjuk, hogy az év utolsó harmadára, vagy az év végére az infláció egyszámjegyűvé válik. Ami a vendégmunkásokat illeti, képviselő frakcióvezető úr is említette, törvényt hoztunk a vendégmunkásokra. 2 év a maximum, semmilyen módon nem lehet sem családegyesítés, sem más címén ezt átlépni, és ahogy a korábban évtizedeken át nagyon szigorú német törvények és az Arbeitsamtoknak az ellenőrzési tevékenysége biztosította azt, hogy a Németországban dolgozó munkavállalóknak a határozott idejére szóló munkaszerződése lejárta után elhagyják az országot, ugyanezt a gyakorlatot Magyarországon is meg fogjuk és meg tudjuk valósítani. Köszönöm, elnök urat, köszönöm szépen, Fúr Nagy János, államtitkár úr.